közúti közlekedési baleset történt Magyarkanizsánál. A Horgost és Magyarkanizsát összekötő főútnál, a kispiaci bekötőnél két személygépkocsi ütközött, az egyik kigyulladt, a másik pedig az árokba borult. Nem hivatalos információk szerint a Magyarkanizsa felől a kispiaci útra leforduló Fiat márkájú gépjármű nem adta meg az elsőbséget a Horgos felől érkező Volkswagennek. A szerencsétlenségben a Volkswagen az árokba borult, a Fiat pedig kigyulladt. Jött Horgos felől egy autó, egy kék színű, de nem tudom milyen fajta, nem tudtam megállapítani, mert levágódott, ahogy összeütköztek, és emelő kanizsa felől ment egy, és a kispiac felé akart befordulni. És nem adta meg, aki jött Horgos felől, nem adta meg az elsőbségjogot, és nekivágódott a Punto személygépkocsinak, és a személygépkocsit visszavágta, mert befordult előtte, nem adta meg az elsőbségjogot, aki jobbkéz felől jött, és a Punto kigyulladt. Komolyabb személyi sérülésről egyelőre nincs információ. A helyszínen is több órán át tartott, mindkét irányba lezárták a forgalmat.